Köszöntöm Önöket! Mai adásunk vendége Tapodi Kati, a Kossuth Művelődési Központ és a Halászboldizsárvárosi Könyvtár igazgatója. Vele beszélgetünk, tartsanak velünk! Ugye azt próbálgattuk számolgatni itt, mielőtt elkezdtük volna ezt a beszélgetést, így hivatalosan is, hogy mióta is vagy te a Kossuth Művelődési Ház igazgatója, de tulajdonképpen a számok nem is annyira fontosak, mint az, hogy gyakorlatilag szinte a teljes felnőtt életedet a közművelődésben töltötted. Hát igen, sőt, gyakorlatilag már a fiatalkoromat is abba töltöttem, mert hogy... Én már általános iskolában nagy versmondó voltam, színjátszós csoportokban vettem részt, mindenféle csináltunk, aztán középiskolában meg olyan, hát inkább baráti társaságnak mondanám, mert mi még abban szerencsés időszakban voltunk, amikor igazi osztályközösségek voltak, és mi már a harmadikos gimnazista voltam, amikor önálló színházi estét csináltunk a Kiskörösön, ugye én Kiskörösi vagyok a Művelődési Központban, meg az égvilágon minden, május 1-én szalmabábot égettünk, meg az általam írt szöveg és az osztálytársaim által megzenésített verse vonultunk május 1-én, tehát amit meg lehetett csinálni már középiskolában, gyakorlatilag már ott eldőlt, hogy én e felé a szakma felé, vagy valamiféle olyan dolog felé fogok kanyarodni, ami mindenképpen a kultúra közvetítéssel függ össze. De úgy tűnik, hogy a középiskola az inkább a színházról, vagy a színjátszásról szólt. Igen, azért az én szakmai pályafutásomban a színház, a versszeretet az ma is központi szerepet kap. Tehát az soha nem múlt el. Azt nem mondom, hogy színésznő szerettem volna lenni. De igen, ez lett volna a kérdésem, hogy olyan, mintha lett volna egy ilyen ambíció. De minden olyan, ami a színházhoz kötődött, és az előadó művészethez, ez így nem jó hangzik, inkább a versmondáshoz kötődött, abban mindenben benne voltam. Mert én ugye abban az időben, hát azt nem titok, én 1974-ben érettségiztem, ami nem most volt, és 73-ban volt a nagy Petőfi centenárium, 150 éve született Petőfi, és ez a Kiskörösi gimnáziumban én akkor voltam harmadikos, hát ez ugye borzasztó fontos dolog volt, és abban az időben a szóljatok szép szavak, az nem tudom, mondd-e valamit, neked nem, talán még vannak tévénézők Dabason, akiknek még mond valamit, hogy volt egy ilyen irodalmi színpados, amatőr irodalmi színpadok, amik azért egy kicsit többek voltak, mert mondjuk a Szegedi Egyetemen a Kelet István csinált ilyen csoportot, tehát ezeknek volt egy ilyen országos nagy találkozója, nyilván Petőfi ürügyén, és a sors kedves iróniája, hogy ilyen a Kovácsné Lapu Marit meg a Gézát, ott ismertem meg. Ők akkor egyetemisták voltak, én középiskolás, és mint középiskolások, és mint egyébként mindenféle, minden lébe kanalak, és egyébként minden irodalmi dologban ott lévők, természetesen már ott kötődött egyfajta barátság vagy ismerettség. Aztán ezt az ember vitte tovább az élete során. És ez hogyan indultál a közművelődés felé, rögtön a középiskola után? Nem, mert akkor azért 74-ben még az volt a divat, vagy az volt az életfelfogás, mondjuk inkább így, hogy tisztességes szakmája legyen az embernek, és akkor én még úgy érettségiztem, hogy július 1-én már tudtam, hogy hol fogok dolgozni. Ez egyébként a Kiskörösi Állami Gazdaság volt, ahol az édesapám is dolgozott, ő szíjgyártó volt. És hát ugye egy 18 éves lánynak a 70-es években az úgy egy elegáns dolog volt, hogy azonnal megy irodai munkába, a központi irodába, megnézték, hogy milyen szépen tudok írni, tehát hogy mindenféle ilyen adminisztratív munkákkal, csak én nem bírtam, vagy én nem fértem a bőrömbe, és elkezdtem mindenfélét szervezgetni, mert hogy az ember nem bújik ki saját bőréből, és úgy másfél év elteltével azt mondta az állami gazdaság igazgatója, hogy miután a munkaidő 80%-át nem azzal töltöd, mint ami a munkád, mert hogy voltam gondnok, voltam gépkönyvelő, mindenféle olyan adminisztratív dolgot, áruforgalmi osztályon dolgoztam, és akkor azt mondta, hogy akkor csináljunk belőled inkább szakszervezeti kultúrost, mert akkor 8 órában azt csinálod, amit szeretsz, és mi meg nem vagyunk idegesek, hogy ki csinálja meg a munkádat. És ez egyébként tényleg így is jött, az első olyan
mezőgazdasági cég volt Magyarországon, a Kiskörösi Állami Gazdaság, ahol függetlenített közművelődési előadót alkalmaztak. Ebbe beletartozott egyébként gyakorlatilag minden, amit ma úgy mondanák, hogy egy egyszemélyes művelődési házba csinálni lehet, mert pódiumműsorokat szerveztem, a központi dolgozók gyerekeinek külön Mikulás műsort csináltam, aminek én tanítottam be a műsorát, tehát az égvilágon. De Kati, ezt olyan nehéz mai szemmel nekem például elképzelni, hogy ez hogy nézett ki annak idején, hogy adott egy állami gazdaság, ami ugye foglalkozik, amivel foglalkozik, tehát nem tudom, szígyártó, ez az amaz. És akkor ennek az állami gazdaságnak van egy igénye arra, hogy neki legyen egy saját kulturális programja, vagy ez hogy működött? Hát inkább arról szólt, ugye, hogy ez a szakszervezet berkein belül ment. Uh-huh. Na most azért abban az időben a szakszervezeteknek volt pénzük, főleg egy ilyen nagy létszámú, tehát az állami gazdaságnak volt 9 kerülete. És az egy ajándék volt a szakszervezettől, hogy a kerületek dolgozói egy évbe egyszer szakszervezeti támogatásból, vagy a szakszervezet által fizetett módon elmehettek egy 2 vagy 3 napos kirándulásra. Tehát én pillanatokon belül én szerveztem a különböző kirándulásaikat, akkor kitaláltam, hogy járjunk színházba, ami az egy kiskörös 120 kilométer, és nem volt ilyen egyszerű. Tehát 70-es években nem volt olyan madács színházi előadás, amire én ne vittem volna el az állami gazdaságban. Tehát a programoknak helyileg bárhol szervezhetted őket? Bárhova szervezhetted. Igen, tehát hogy akkor ez nem úgy nézett, hogy valaki fölállt, és akkor ott elkezdett munkaidőbe szavalni. Nem. Tehát, hogy ne haragudj, hogy ilyen butákat kérdezek, csak nyilván mi ebben az időszakban még sehol se voltunk a szüleink fejében, és ezt így nehéz elképzelni, hogy akkor ez egy ilyen gazdasági konglomerátum hogyan kötődött a kultúrához. Az volt, és ez volt benne a nagyon nagy szerencsém, hogy hagytak. Uh-huh. Tehát amit én kitaláltam, vagy amit én meg akartam csinálni, azt meg tudtam csinálni. Tehát az, hogy mi ugyan a művelődési központtól béreltük a kamaratermet, de pódiumműsorokat csináltunk. Tehát olyan nevek fordultak meg abba az időbe ezeken az előadásokon, mint Mensáros László, Pap János, akivel a barátságom az körülbelül onnan datálódik, 1976-ból, Csi Németh Lajos, aki azért akkor még a vezető színészek közé, a Pécsi Ildikó, Farád István. Pécsi Ildikóék akkor éltek Kecskeméten, tehát a Kecskeméti Színházzal való együttműködés is ilyen volt. Meg igazán engem ez az oldal nem csak annyiba érdekelt, hogy én ott kitalálhattam dolgokat és megcsinálhattam, hanem én akkor ugye elmentem egy C-kategóriás színjátszó rendezői tanfolyamra, ahol azért Máté Lajostól tanulhattam, ahol az életem legnagyobb élménye és büszkesége, hogy engem a Montági Imre tanított. Sőt, meg is dicsért néha, ami nem volt kis dolog. Tehát, hogy az a fajta, nem tudom én, belső késztetés, ami benne volt az emberbe, tulajdonképpen mindegy volt, mert a versmondással, meg az irodalom szeretettel indult, meg nyilván 2 olyan pedagógussal, aki azért ebbe az én kezemet rendesen vezette. Minden bácsmegyei versmondó versenyen ott voltam. Megjelent mondjuk a Veres Miklósnak az új könyve, akkor közülünk volt, hát azért voltunk ebbe jó néhányan, nyilván jó barátok, akik ebbe vittük a prímet, akkor minket hívtak meg, hogy a könyvbemutatón olvassunk föl a verseiből, tehát azért mi ott azt gondolom, hogy egy nagyon fontos szerepet játszottunk már középiskolásként is. És hogyan kerültél Dabasra annak, hogy ez körülbelül egy rendszerváltás környékére tehető, annak van valami jelentősége ebből a szempontból? Semmi jelentősége. Tehát teljesen véletlen. Teljesen véletlenül. Szoktam néha elmesélni, mert számomra egy érdekes, meg akinek mond valamit, a Cserven Káné neve, aki ugye a Pest megyei Pártbizottságnak volt a hatalmas ura. Én nem tudtam, hogy ki az a Cserven Káné, azt se tudtam, hogy Dabas hol van, nemhogy a Cserven Kánét. Viszont én 1973-ban részt vettem egy nagyon jó diákújságíró rádiószerkesztő táborba, ahol nyilván megint csak rengeteg barátra megismerőse találtam, és a mostani stúdióká, vagy nem tudom, hogy létezik-e még így, igen, akkor még igen. Úgy hívták őket, hogy Csepeli utca színház. És ugye én találkoztam velük,
és negyedik gimnazista koromban, tehát a negyedik év elején meghívtam őket a kiskörösi gimnáziumba. Azt se tudtam, hogy a műmama, pontosabban tudtam, hogy a műmama miről szól, mert ugye azzal a darabban jöttek, de hogy ez a műmama a Cservenkáné négy személyesíti meg, és hogy ennek mindenféle politikai háttere volt, nekünk gőzünk nem volt erről. Csak volt egy baromi jó előadás, ezt le kéne hozni kiskörösre, és akkor lehoztuk, és volt egy nagyon szuper gimnáziumi igazgatóm, aki megdicsért pedig, amikor úgy elhangzott minden a darabba, akkor azt hittük, hogy hát ebből baj lesz, de nem az lett, hál' Istennek, hanem beírtuk magunkat a történelembe, hogy így tetszik. Tehát nekem fogalmam nem volt. Én aztán a állami gazdaságban ismerkedtem meg a férjemmel, és miután közöttünk ugye esetitok volt 16 év korkülönbség, nem is egészen jó szemmel nézte se a családom, se a munkaközösség, meg a munkatársak, úgyhogy úgy döntöttünk, hogyha mi ezt a kapcsolatot komolyan gondoljuk, akkor nekünk onnan el kell jönni. Tehát ez azt gondolom, hogy jó volt, vagy így volt. Az érdekes, hogy teljesen véletlenül kerültünk Dabasra, és sőt, én egy évig Kecskeméten laktam albérletbe, és nekem az volt a szívem vágya, hogy Kecskeméten maradjunk. Csak aztán úgy alakult a családi helyzet, hogy az, ahol maradhattunk volna, az nem sikerült, és akkor így aztán lett belőle Dabas. És utána azt szoktak mondani, hogy itt vesztünk, mint menyus a TSZ-be, tehát hogy ez aztán már hozta magával a többit. És hát tulajdonképpen nagyon hamar lettél intézményvezető, tehát két-három év után? Nem, hát én 80, hogy volt, mindjárt mondom, nem. 80-ba kerültem. Ja, 80-ba, én valamiért azt hittem, hogy ilyen 89. Nem, 79-ben jöttem Kecskemétre, 80-ba, csak akkor még nem Dabasra, hanem az időszak volt, amikor a dabasi műfáz nagyon leposztolt állapotban volt, és átmenetileg a minisztérium áthelyezte a járási székhelyet Örkénybe. És akkor Örkénybe keresett a Bagó Jóska két embert, egy járási módszertanost, meg egy járási művészeti előadót. Én azt pályáztam meg, vagy azt oda pályáztam Kecskemétről, hát az akkor még nem ilyen pályázat volt, az még egy ilyen sima beszélgetéses dolog volt, és akkor így kerültem 80-ba Örkénybe. Akkor Örkény még közös igazgatású nagyközség volt, tehát Örkény, Táborfalva, Hernád és Pusztavacs tartozott hozzá. Ilyenekről ti már szerintem nem is hallottatok, vagy nem is emlékezhettek. És egy idő után nem egészen úgy működött a dolog Örkényben, mint ahogy én azt gondoltam, tehát nem volt olyan szabadságom, mint amihez én úgy szoktattam magam meg, amit úgy általában kivertem magamnak. És akkor kimentem Hernádra, a Hernádi műfázba, annak voltam az egyszemélyes vezetője, munkatársa, mindenese, volt egy takarítónénim, akit a TSZ fizetett, és tulajdonképpen onnan jöttem egyesre. Tehát a férjem időközben a Fehér Akácba dolgozott Dabason, hol Hernádon voltunk, hol Dabason, tehát egy kicsit ilyen kétlak élete, de hát mondjuk ez Dabas-Hernád viszonylatában nem érdekes, tehát ez nem távolság, és igazán onnan jöttem, onnan mentem egyesre. Azért a Kossuth Művelődési Ház maga, hogyha az ember így megnézi szerkezetileg, egy nagyon szép klasszicista épület, de azért nagyon behatárolja azt, hogy mire lehet használni ezzel a nagy udvarral középen, és hogy tulajdonképpen a terei azok nem akkorák, mint amit általában egy művelődési háztól megszoktunk, mert nagyon sok olyan művelődési ház van, hogy van egy nagy középső tér, adott esetben színházterem, ehhez képest azért a Kossuth Művelődési Ház egy picit más. Igen, én azt szoktam mondani, hogy nagyon szeretjük, csak alkalmatlan a funkciójára. Hát ezt én nem mondtam. De én nyugodtan kimondom, mert ugye én, amikor egyáltalán oda kerültem, tehát én gyes után elmentem a járási hivatalba, akkor a Timár Misi volt a művelődési osztály vezetője, és oda csábított, hogy segítsek neki, mert akkor nem volt éppen közművelődési szakfelügyelő. Tehát én a járást, meg a környező településeket gyakorlatilag az első pillanattól kezdve, tehát 1980-tól ismertem. Az nekem egy jó
jó dolog volt. Szerettem is csinálni, mert a Misi olyan főnök volt, aki hagyott. Tehát az, amiről én álmodok, hogy én tudom, hogy mit akarok, én ki akarok járni az intézményekbe, tudom, hogy a kollégák szeretik, ha ott vagyok. És a Misi ebbe hagyott engem, csak ugye megszűntek a járási hivatalok, vagy akkor már tudni lehetett, hogy megszűnik. És a művelődési központnak akkor ugye a Kecskés Anni vezetésével még megvoltak a járási feladatai. Tehát én, mint járási módszertani előadó kerültem a művelődési központba. Tulajdonképpen akkor még ennél is alkalmatlanabb, ezt Anni bocsássa meg nekem, ha esetleg hallja vagy nézi, de még ennél is alkalmatlanabb volt az intézmény, mert ahol most az irodák vannak, ott gyakorlatilag szolgálati lakás volt. Igaz, hogy a gondok lakott ott, de hát azért elég hosszú idő volt az, hogy ebből egyáltalán azt ki lehessen hozni, ahol most tartunk. Amikor én átvettem, akkor tulajdonképpen egy mosdó volt, ami férfi-női mosdó volt egybe. Az első kaszinó várat, ezt sose felejtem el, úgy csináltuk meg 91-be, hogy a mosdót azt a nők használták, és az áfésztől kölcsönkértük a náluk lévő mosdókat, és a férfiak átjártak oda. Tehát ez, ha most belegondolsz, akkor nonsense. Tehát egy művelődési központnak nem így kéne működnie. Az nagyon jó egyébként, hogy most már többször elhangzik több mindenkitől, de most talán elég határozottan a polgármester úrtól, hogy most már végre nekivágunk, de én gyakorlatilag mióta itt vagyok, hát nem akarok hazudni. 5 helyszínt biztos láttam, ahol most már el fog kezdődni a művelődési központ, tehát építése. Tehát én is úgy gondolom, hogy nagyon szép ez az épület, rengeteg problémája van, de arra alkalmatlan, amit egy városi művelődési központnak el kéne látnia. Tehát nem tudsz megérkezni. Tehát bemégy egy jó művelődési intézménybe, hát ugye én is számtalan, meg te is számtalan intézményt láttál, akkor leveted a kabátodat, megiszol egy kávét, leülsz egy pár percre, amíg vársz, vagy amíg esetleg a gyerek foglalkozáson van, addig megnézel egy kiállítást, vagy nem tudom, na most ez itt elképzelhetetlen. Akármilyen szép az az udvar, akármilyen hangulatos, akármennyire sikerül időnként olyan rendezvényeket csinálni, amivel be tudjuk kapcsolni a vérkeringésbe az udvart, de hát az a fajta jellege, nem beszélve arról, ez most a lehető legjobb apropó, ez a színházterem, hogy ugye átvettük a Magyar Kultúra Napján a minősített közművelődési intézmény címet a Hagyományok Házába. Ami oké, tudom, hogy nem a Hagyományok Házának kell dabason megépülnie, de hát ott az első sorba kellett ülnem, mert hogy mi is megkaptuk a címet. Ott táncolt előttem az Állami Népi Együttes, a Hagyományok Házát ugye most újították föl, vagy most adták át, nem régen. Pompa, csillogás, meg amit az ember úgy elvár, meg gondol, és akkor nagyon rohanva értünk haza, mert ugye 6-kor kezdődött a saját kultúranapi rendezvényünk, és én beléptem a terembe, és valahogy úgy éreztem, hogy Úristen. Tehát, hogy nem csak a kontraszt miatt, hanem hogy ha nem is olyat, de valami szépet. Tehát nem bántom én a nagy termünket, mert megpróbáljuk szépé tenni, de ez sose lesz olyan, mint amilyennek egy városi intézménynek lennie kéne. Ugyanakkor ez a képzőművészet, ez egy nagyon fontos tevékenységi köre tulajdonképpen a művelődési háznak, és hát itt azért Kerekes László mellett nem nagyon tudunk elmenni, mert az a hagyaték, amit ő itt hagyott, és azok az értékek azért a mai napig, mint ízlés, mint gondolkodásmód nagyon meghatározok. Dabason is, de azt hiszem, hogy a te munkádban meg különösen. Így van. És hogyha gondolkodunk is új intézménybe, mert most egyre többet beszélünk róla, és talán most már azt mondhatjuk, hogy talán mégiscsak lesz, akkor is azt gondolom, hogy a Kossuth házat, meg a Kerekes Alkotóházat, és annak az egésznek azt a fajta milliójét és hangulatát, azt nem szabad elhozni. Tehát valahogy ezt a nem felel meg az elvárásoknak a művelődési központ, ugyanezt a Kossuth háznál egészen másként éljük meg. Tehát ott azért
ott azért nem hiányzik annyira, de hát nyilván másfajta a tevékenység. Más a funkció valószínűleg ez a... Így van. De ezt a Laci is mindig ezt mondta, hogy olyan lett az egész, és akkor még nem is volt alkotóház, és ugye azzal azért azt gondolom, hogy tényleg méltó emléket állítottunk neki, hogy olyan, mint egy kis ékszerdoboz. Tehát, és ezt a mienségét, ezt nem is szabad elvenni. Tehát ezt ott kell hagyni, és ezt nem szabad bevinni egy új intézménybe. Ez ott gyönyörűen funkcionál, tehát azt gondolom, hogy ez így jó. Az egy másik dolog, hogy mondjuk az a fajta... Jó, hát a Laci azért belénk tudott verni elég sok mindent, tehát tanultunk is tőle, szerintem ő is tanult tőlünk, tehát nagyon, nagyon tényleg olyan volt nem csak velem, hanem a kollégákkal is az együttműködés. Jutka az regényeket tudna mesélni róla, mert ő Lacitól tanulta meg, hogy kell fölakasztani egy képet, most meg már ott tartunk, hogy lassan önállóan elrendezi a kiállítás, nekem csak rá kell nézni. De azért, tehát ez a fajta tudás, amit mi tőle megtanultunk, ezt nem csak ápoljuk, hanem ez belénk ivódott. Tehát olyan természetes része az életünknek, hogy nem is lehetne nélküle levegőt venni. Gondolom azért ezeknek a kiállításoknak van egy állandó közönsége. Mennyire lehet új embereket megszólítani mondjuk a képzőművészetre? Hát attól függ, hogy mit csinálunk. Tehát ugye két ilyen sarkalatos dolog van, az egyik a Házunk Hazánk fotó pályázat, a másik meg a kistérségi képzőművészeti körnek a két évben. Egyik évben ezt csináljuk, a másikban azt, tehát két évente rendezzük meg mindegyiket, na most mindig vannak azért fölbukkanó új emberek. Tehát mindig van új érdeklődő, mindig hoznak új vevőket, vagy vevőket, új látogatókat, tehát azért változik a kör. Nyilván megvan az az állandó mag. De most visszagondolok, hogy a kezdetén, mondjuk ilyen 30 fő volt egy kiállítás megnyitó, most meg rendszeresek azok a kiállítás megnyitó, ahol 100-an vannak. Ide jönnek képzőművész vagy művészettörténész barátaink, nyitnak meg kiállításokat is, döbbenten nézik, hogy egy pesti kiállítóteremben nincsenek 100-an egy kiállítás, megnyitón Daboson meg tele van a ház. Hát ez maradjon is így, és remélem, hogy legközelebb, hogyha találkozunk vagy beszélgetünk, akkor esetleg egy új házról tudunk majd beszélgetni. Az nagyon jó lenne, és javasolnám, hogy a polgármester urat ide kell ültetni, hogy is áll ez a dolog. Egyébként tényleg nagyon, nagyon szükségszerű. Visszagondolok, hogy amikor én Őrkénybe kerültem, elvileg én Kecskemétről beadtam egy pályázatot a Dabasi Művelődési Házban, mert én akkor már levelezőn ugye főiskolára jártam, és választ se kaptam rá. De már akkor mindenki beszél Dabason arról, hogy hol lesz a művelődési központ. Na most gondoljunk bele, hogy ez volt 80-ban, vagy mondjuk legjobb esetben 90-ben. Hát akkor így legyen, és köszönjük szépen, hogy itt voltál. Én köszönöm szépen, hogy meghívtad.